Hát először is elnézést kérek, hogy egy kicsit itt totyogok, de az a helyzet, hogy a múlt héten virágvasárnaptól Nagyszombatig Hollandiába jártam, autóbuszos csoportot vezettem, 4000 kilométeren keresztül végig a idegenvezetői ülésen ültem, és hazajöttem frissen, fitten, és húsvét hétfőn délután otthon a kertben megpróbáltam egy kicsit gyomlálni, és ugye, hogy szokták mondani, hogy nem szokta a szántást, és hát azóta a derekam úgy fáj, hogy még tegnap azt mondtam a Andrásnak, hogy lehet, hogy megkérem, hogy ülve mondjam el a mondandómat, de aztán mondta András, hogy semmi gond, a pultba bele lehet kapaszkodni. Tehát kérem szépen, nagyon köszönöm a meghívást, bár az a helyzet, hogy nem én vagyok a legilletékesebb a különjárati utazásban, annak ellenére, hogy én vagyok talán a legöregebb ebbe a szakmában, mert 79 óta szervezek csoportos utazásokat, és azóta se hagytam abba, de én csak kiutazásokat szervezek. Tehát egy másik szegmens ugye a beutaztatás. Hát a beutaztatásnak a konkrét tényeit azt nem ismerem olyan jól, hiába itt élek a városban, mert ugye nem ez a szegmens. Tehát én csak kiutaztatással foglalkozom. 79-ben kezdtem el, akkor még nem számíthatott ugye magánvállalkozásnak egy utazás szervezés, de hát én társadalmi munkába indítottam ezt el, és hát az nem volt tiltva. És sokan mondták is, hogy hát milyen bolond idejét arra tölti, hogy utazásokat szervez, de hát végül is ez az élmény, hogy ezek az utazások olyanok voltak, amiket én találtam ki. Tehát ennek ez volt a különös, tehát én magam főztem meg, én magam vásároltam be a gyersanyagot, ugye, mint a szakács, megfőztem, és aztán leültem és elfogyasztottuk. Hát így adódott, és hát elég, ez már 15 éven keresztül tartott, míg aztán pontosan 20 évvel ezelőtt megalakítottuk a családi vállalkozásunkat. Itt van a legfrissebb prospektusunk, ami most tavasszal jelent meg, és hát ebben már ugye benne van mind az 5 földrész. Mert az első 15 évben csak európai buszos utazásokat szerveztünk, és utána indult el aztán lassan, fokozatosan, hogy Európán kívüli kontinensre is eljussunk. Európán kívüli országba autóbuszos utazást is szerveztünk, méghozzá Marokkóba, 96-ban, amikor is és onnantól kezdve 2003-ig minden esztendőbe. És gyakorlatilag Európában egy kezemben meg tudom számolni, hogy melyik az az ország, ahol nem szerveztünk utazást. Kettő érthető is, mert Ciprus meg Málta az nem buszos destináció. Tehát ez a két ország esik ki, és két kontinensi ország, Moldávia és Belorusszia. Tehát így a 35 esztendő alatt ugye sok ismeret, élmény, tapasztalat, és magam vezetek, idegen vezetek is, tehát nem csak az, hogy benne az irodába kitalálom. De ezzel együtt ugye ezt a természetű problémát, ami a beutaztatás, ugye ezt ugye nem tudom annyira elmondani, mint olyan kollega, aki meg pontosan ezzel foglalkozik. Na most azt viszont jól ismerem, hogy az elmúlt 35 évben hogy alakult át a piac. De hogy mi lesz az elkövetkező 35 évben, ezt sajnos nem tudom megmondani. Senki sem tudja megmondani. Senki sem tudta előre a különböző változásokat, hogy egyik nagyon markáns változás, ugye a fapados járatoknak a megjelenése.
ezt például nem tudhatta senki sem, és mert én emlékszem még ugye a 90-es évek elejére, közepére, hogy hát százával mentek az autóbuszok a spanyol tengerpartra. Emlékszem a szegény osztrák falvak, ahol a 8-as főút folytatásaként ment tovább az útvonal, hogy tiltakoztak a Play Lavina ellen, tehát ugye így tiltakoztak ugye a szomszédok. Mert hát valóban, gondoljunk bele, hogy elindult az autóbusz pénteken Budapestről, hogy megérkezzen péntek reggel, hogy megérkezzen szombaton délbe a Costa Bravára. Na most ugye ehhez az kellett, hogy ezek az autóbuszok ugye átdöngettek lakott területeken át. Aztán ugye fölment az autópályára, és utána már szinte végigmentünk. Aztán jött ennek a párja, azok, amelyek Velencébe indultak, mert azok meg pénteken este indultak, vagy késő délután, és este mentünk át a falvakon, hogy reggel érkezzünk meg ugye Velencébe. Tehát ez egy állandó probléma, hogy sikerül ő optimálisan kezelni a nehézségeket. A nehézségeket az, hogy a Olaszország felé, vagy Spanyolország felé, akkor a 8-as úton lehetett utazni. A 8-as út után, mert hát akkor elég komplikált volt, nem részt háború is volt ugye a délszláv államok között, meg még nem voltak meg az autópályák, a 7-es autópálya, meg a szlovéniai és a többi. Tehát arra mentünk százával, ezrével. És jogos volt ugye azoknak a falvaknak a problémája, hogy mi ezeket okoztuk. De hát közben őnek így megoldódott a problémájuk. Visszaesett ugye a forgalom Spanyolország vagy Olaszország felé is a buszos közlekedésbe. Elkészültek az autópályák. Tehát így adódik, hogy a fejlődés, ami utak, útvonalak építésével adódik, az ugye megváltoztatja az útirányt, és bizonyos problémákon ugye megoldást jelent. De az a helyzet, hogy az élet minden területére igaz az, hogy nagyon kevés ember képes komplexul gondolkodni. Megállunk az autóbusszal egy autós pihenőnél, és az autóbuszon van 45 utas, az 30-35 hölgy és 10-15 férfi. Megállunk, kézmosó szünet, a férfiak 5 perc alatt túl vannak rajta, a hölgyeknek meg sorba kell állni. Tehát egy építész iskola, egyetemen ugye nem tanulják meg azt, vagy nem kérnek fel egy utazási irodást, hogy hát kérem szépen, ha egy iskolába építenek, és ott a fele lány, fele fiú, és ott fele, és annyi a fiú, meg a lány kézmosó hely, akkor még az úgy nagyjából rendben van. Na de amikor a turizmus van, akkor sohasem az egy-egy arány érvényesül. És nem készül el megfelelő mennyiség. Vagy nagyon büszkék lehetünk a MIPÁ-ra. Volt már több külföldi vendég is, aki járt ott, és ugye jogosan dicsérte az épületet. És hát én is egy kicsit büszke vagyok, mert a tervező Zoboki Gábor édesanyja a Halis Travel Clubnak törzsutasa. De, és hogy miért lett ilyen jó, meg szép, hát ugye azért is, mert nem csak építész diplomája van, hanem a Zeneakadémiát is elvégezte Gábor. Tehát ebből a kettőből adódott. És akkor úgy viccesen mondtam, hogy nem ártott volna azért egy vendéglátóipari technikumot is elvégzett volna, mert amikor szünet van, akkor a büfének a kapacitása, a büfének a felszolgálási lehetősége az, hogy amit kapok, az megfelelő hőmérsékletű legyen,
pont a szűk kapacitás miatt. Tehát valahogy ez kimaradt. Na most ugyanez a komplex gondolkodás kellene, és ez nagyon nehéz, amikor egy-egy város a turizmusához igyekszik igazodni. Amikor én elkezdtem ezt az utazás szervezést, akkor ugye már elhangzott, hogy hát az olaj szakma után a második legnagyobb üzlet a turizmus. És hát erre büszke voltam, hogy jaj, hát akkor én is ennek egy porszendált része vagyok. Na most az a helyzet, hogy ezt a területet megfelelően kell kezelni, mert ebbe az üzletágba minden beletartozik, a látnivalóktól kezdve a közlekedésen, a szállásokon, ellátásokon, és hát természetesen a közlekedés alatt a külön járati autóbuszok. De ugyanolyan múzeumi nyitvatartások. Elmegyünk Szentpétervárra, és hát annyit bosszankodunk, hogy ott, ahol 2 órával előbbre van az időszámítás, 11-kor nyit egy-egy múzeum meg látnivaló, amikor 8-kor kellene kezdeni, legrosszabb esetben 9-kor. Nem értik meg ott például ezt a tényezőt. Ugyanakkor vannak városok, ahol a nyitvatartásba igyekeznek ehhez igazodni, hogy a turista már 8 órakor elhagyja a szállodát, akkor már tudjon mit nézni. Na most ezek a komplex gondolkodás is az, hogy hát milyen jó, ha jön a sok turista. Elhangzott a tisztelt előadó információban, hogy most már kezdjük utolérni a válság előtt itt a budapestiben. Ez nagyon jó, én is nézem, hogy a Károly körúton van az irodánk, hogy egyre másra nyílnak a különböző kocsmák, én ezt így szoktam mondani, direkt ugye a máskor meg a vendéglátóipari egység ezt a régi szocialista kifejezést, de hát a kocsma alatt természetesen a rendes éttermet is értem, tehát vendéglátó hely. Mert hát mindegy, hogy ez most első osztályú, vagy negyed osztályú, vagy harmad osztályú, mindegyiknek megvan a szerepe. Tehát nyílnak, mert hát végül is jönnek a külföldiek, de jönnek a fiatalok is, tehát ugye sokkal több a belföldi fogyasztó most az utóbbi években, mint mondjuk hasonlítanánk az 5 vagy 10 évvel ezelőttihez. Na most, tehát minden egyes problémát ugye komplexen kellene kezelni, és ugyanez a komplex kezelés az, hogy hát ugye örülünk, hogy jönnek a turisták. A szállodák száma, a szállodai kapacitás, az nyugodtan mondhatjuk, nagyobb, mint az igény. Tehát van szállás lehetőség. Tehát akkor az a lényeg, hogy a turista az jól érezze magát. Elsősorban nekünk a külföldi turista, ez az ország jellegéből adódik, mert kis ország vagyunk. A franciáknál, németeknél például, hogy Európában maradjunk, hát óriási a belföldi idegenforgalom, hiszen egy hamburginak többet kell utazni Münchenig, mint nekünk Münchenig. Tehát jelentős a belföldi forgalom. Ugyanakkor nálunk viszonylag kevesebb a belföldi turista, nálunk ugye elsősorban a külföldi turista. De fontos dolog az, hogy jól érezze magát. Tehát ez, amikor vannak városok, és most nem akarok példát mondani, ahol oda tudunk menni a látnivalóhoz, és le tudunk parkolni. Vagy lehetőségünk van, hogy kiszállítsuk az utast, és megmondom a sofőr kollégára, hogy komám, 30 perc múlva gyere vissza. És még ott a mobil is most már a zsebünkben, mert ugye 20 évvel ezelőtt is ugyanez működött, akkor nem volt mobil. Mondtam, 30 perc múlva gyere vissza, és 30 perc múlva mi is ott voltunk, a busz is ott volt, felszálltunk, és mentünk tovább a következő programra. Tehát vannak városok, nagyon kevés egyébként, tehát ezt a rossz példát lehetne többet elmondani, ahol ezt jól meg tudták szervezni. Hát nekünk szükségünk van a turistára. Ez minden egyes fővárosban épp úgy igaz, vagy minden egyes turisztikai helyen, és az a lényeg, hogy jöjjön. Na most,
ha valaki meg akar nézni egy látnivalót, hát így is úgy is megnézi, csak nem mindegy az, hogy egyrészt mennyi idő szükséges neki hozzá, mennyi fölösleges időt tölt el, vagy pedig mennyi az, ami a holtidő, hogy minél többet ki tudjak használni egy-egy látnivaló megismeréséből. Tehát ez a komplex gondolkodás hiányzik tulajdonképpen legtöbb fővárosnak és legtöbb nagyvárosnak, mert hát nem csak fővárosok vannak, tehát nagyvárosnak az idegenforgalmi koncepciójából. Mert elegendő szállás, elegendő vendéglátás, elegendő ugye látnivaló, és ehhez kapcsolódó ugye különjárati autóbuszok is rendelkezésre állnak, de ha azok torlódnak, ha azok nem tudnak megállni, ha azok fölösleges időket töltenek el, akkor ez elrontja az élményt. Na most milyen a jövő várható? Hát ugye azt szoktam mondani, hogy az, aki az idegen forgalomban dolgozik, az ne nagyon jósoljon. Mert annyira kiszámíthatatlan sokszor, hogy mi adódik az igény. Hát ugye mi csoportos utazásokat szervezünk, megpróbáljuk kitalálni, és egyszerűen lehetetlen megjósolni, hogy alakul az embereknek az érdeklődése. Tehát van olyan programunk, ami jövő héten indul, és ha még valaki gyorsan bejön hozzánk, akkor még el tud utazni, és van olyan, amelyik pedig novemberi út, és már szinte betelt. Tehát ez az, amit nehéz megjósolni. Na most az tény, hogy ugye ez a fapados turizmus, ez az európai buszos utazásokat ugye nagymértékben befolyásolta, és lényegesen kevesebb ma már a körutazó autóbuszos program európai desztinációkban. Ez a mi holland utunk is, amit ugye múlt héten vezettem, a 15 utas repülővel csatlakozott hozzánk, és nagy pénteken délután kiszálltak az autóbuszból, Eindhovenbe mentek, egy kis busz vitte el őket, hogy a repülőtérre érjenek. Nem mondom el, hogy mennyit kellett azért a kis buszért fizetni, mert hát a tarifája az ugye egy hajszálnyival magasabb a Magyarországon megfizethetőnél, és a többiekkel meg ugye jöttünk haza autóbusszal. Tehát az a helyzet, hogy ez a fapados légi közlekedés, ez nagymértékben befolyásolta a turizmust. Egyre többen vannak, akik azt mondják, hogy jó, hát akkor felülök a gépre, elmegyek, foglalok a Bookingon szállást, és akkor hát majd el leszünk, és hát persze logikus, hogy csak a töredékét látja, mert nem tudja, hogy mikor, hova és miként lehet eljutni, de ezzel együtt ugye elveszi a különjáratitól. Ugyanakkor a különjáratnak a másik része, hogy az a jóval megnövekedett a fapados repülővel érkezők száma Budapestre is, és ugye ez például ugye az ilyen városnéző buszok számára kedvezőbb. Ugyanakkor egy másik tényező, ami a különjárati autóbuszosoknak, hogy beindult ugye egy-két éve a kínai tömegturizmus, és érkeznek repülővel ugye Budapestre, vagy Prágába, vagy Bécsbe, és akkor ugye magyar buszok viszik. Én nem is egy buszos kollégát ismerek, aki jószerivel már ilyen európai körutazásokat csak hobbiból végzi, mert az igazi forgalmát az jelenti, hogy a japán, a török, a kínai csoportokat viszik itt a fővárosok között. Tehát ami egyik területen bekövetkezett, hogy csökkent az igény, mert nem azért, mert az emberek nem akarnak utazni, vagy nincsen
hozzá idejük, hanem a kényelem miatt, hogy most már nem megyek el Spanyolországig busszal, hanem elmegyek repülővel, hiszen lehet Barcelonába, Madridba, Malagába, Alicantébe, 4 városba lehet repülni a mindenki által ismert ugye, légitársasággal, és akkor inkább úgy közlekedik, és nem fog ugye 3 napon keresztül ugye, végig autópályán utazgatni. De ugyanakkor, amint említettem, ez a ázsiai fejlődés, ez például azon buszosok számára, akik ugye ilyen különjáratban ezeket a közép-európai utakat szervezik, az ő számukra jelent ugye, előnyt. Tehát gyakorlatilag ez a piac, ez olyan, mint minden egyes piac, hogy ezt állandóan az embernek éberen kell lenni. Ugye mondtam azt, hogy inkább sokkal egyszerűbb lett volna, ugye az ember elmegy Péknek, mert tudom azt, hogyha ugye naponta 100 kenyeret kell sütni, akkor a nagy variáció nem lehet, mert egyik nap 98 fogy el belőle, másik nap 105 tudtam volna eladni, de nem lesz a kenyérből olyan, hogy jaj, hát akkor ma holnap 5-ször annyi kell. De itt viszont állandóan egy olyan terület ez, aminek résen kell lenni, és van úgy, hogy az ember szerencsésen gondol bele. Egy pozitív példát nálunk a 2014, ugye a 100 éves jubileum az első világháború kitörésének, és a Fekete-erdő programunkba beépítettük egy új látványosságot, a Hohenzollern családnak, a császári családnak a kastélyát, és eddig minden évben egy programot szerveztünk a Fekete-erdő Elzász Bódenító címmel, és most már egy pedagógus csoport rögtön lecsapott rá, hogy augusztusban ők elmennek, és egyik közismert magyarországi cég is őköt, hogy az ő dolgozói is mennének. Nem a cég fizeti, hanem a dolgozók, ez kivételesen. És mert hogy megtetszett nekik ez a program. Tehát van, amikor az ember így szerencsésen kitalál, másik esetben pedig a piac másképpen fogalmazik. A piac másképpen reagál a látványosságok vagy a programok iránt. Tehát én köszönöm, hogy felkértek, és részt vehettem az önök rendezvényén. Hát most ugye nem az irodánk képviseletében, hanem a Magyar Utazási Irodák Szövetségének a képviseletében voltam itt, és hát lehet, hogy néhány gondolatot tudtam mondani, ha esetleg a hiány adódik még arról, hogy amit el lehetett volna mondani, ennek hozzá tartozik az is, ahogy említettem, hogy tehát mi csak egy szegmenssel a kiutazással foglalkozunk, a másik pedig hát az időnek is van egy bizonyos korlátja. Tehát kérem szépen, ha valaki nem ismerné még az irodánkat, még egyszer ugye buszos utazások és repülős utazásoknál ez a mi profilunk Európa szinten ugye valamennyi országába. Thank you.